édesapám hozzájutott ehhez az órához, valószínű javításra kapták, vagy kapta, viszont nem lehetett megjavítani, vagy egyéb körülmény adódott, ami miatt kikerült a használatból. Tehát nem tudták üzemszerűen működtetni. Na most édesapám ezt megvásárolta az illetőtől, azt nem tudni ki volt. Ugye ez a 1939-40-es években történt, és átalakította ő saját maga egy nagyon jól működtethető mechanikus órává. Ugye nagyon jó mechanikus óraszerkezeteket gyártottak abban az időben, és beleszerelt egy jó minőségű úgynevezett járó mechanikus szerkezetet, ami semmi más nem csinált azon kívül, hogy az időt mutatta. Tehát nem ébresztett, nem ütött, és nem csinált semmit, csak mutatta az időt. És tulajdonképpen ez volt a célja vele, hogy egy reklámórát saját céljára gyártson, illetve létrehozzon. Na most, amikor ugye ő aztán bevonult katonának, elvitték az orosz frontra, rettenetes hányódásokon ment keresztül, a halál torkából hozták vissza, 8 helyen sebesült egy orosz robbanó aktántól, és azt hitték meghalt, de még volt pulzusa, és feltették egy éppen arra járó német kórházvonatra. Feltették a felcserek, és elszállították egy német kórházba, Magyarország területén működő német kórházba, ahol apácák voltak az ápolónők, és visszahozták az életbe. Hosszú ápolás után került haza Szekszárdra, itt aztán kiváltotta az iparengedélyt, és működésbe lépett, hogy úgy mondjam. Egy idő után olyan jól ment már, hogy megvásárolta a Szekszárdon a Rákóczi utca és a Mátyás Király utca sarkán levő sarokházat. Hatalmas kirakat volt, és hát ez a nagyméretű óra, mert azért ennek voltak méretei, ott a nagyon jól érvényesült a nagy kirakatban, és tulajdonképpen egy pontos időt mutatott a Szekszárd lakosságának, a járókelőknek, illetve a busszal közlekedőknek, mert az összes buszjárat ott haladt el a ház előtt. Én beleszülettem a szakmába, mert gyakorlatilag kisgyerekkorom óta én az apám munka asztala mellett nőttem föl. A játékaim is óra alkatrészek voltak. Nagyon jó lehetett játszani a különböző fali órák, vekkeróráknak a kerekeivel. És akkor, hát sajnos a politika beleszólt aztán a apám működésébe, illetve a szakba, maga az órás és az ékszerész, mert ékszerész is volt, ékszerész szakma működésébe. 1950-ben
leállamosították, gyakorlatilag ketté vágták